A Rojcsodúri Mikes család, Kovászna megye tanácsa és a Magyar Kulturális Intézet Sepsiszentgyörgyi Fiók Intézete megemlékezést tartott gróf Hídvégi Mikó Imre születésének 215. halálának 154. évfordulója alkalmából a zabolai Mikes kastélykertben. Ez alkalomból megnyitották a Mecénás gróf Mikó Imre című kamarakiállítást. Láthatárunk komor, de a népek sorsát egy láthatatlan hatalom intézi, mely nem hagyja veszni. Ezzel a mottóval nyitották meg a Mecénás gróf Mikó Imre című kiállítást a zabolai Mikes kastély parkjában. Erdély Széchenyije úgy, ahogy kortársai nevezték, egész életét hazája fejlődésének szentelte. Nagyon fontos, hogy megemlékezzünk Hídvégi gróf Mikó Imréről, hiszen az a mecénási tevékenység, az a csodálatos életpálya, amely során Erdély Széchenyijéként emlegetjük, az belengi az egész erdélyi kulturális életet. Ha innen indulunk, a Székely Mikó Kollégium neki köszönheti a jelentős anyagi támogatást, amellyel elindulhatott, az erkölcsi támogatást, amely során akár a címerét, akár a jelszavát is neki köszönheti a Székely Mikó Kollégium, de ugyanilyen jelentősen támogatta az Enyedi Kollégiumot, és az Erdélyi Múzeum alapítása is az ő nevéhez fűződik. Gróf Mikó Imre a magyarság jövőjének biztosítását a történelmi múlt feltárásában, a magyarság tudat erősítésében és az intézmény alapításban látta. 1876-ban a Magyar Országgyűlés törvénybe foglalta az emlékét, másrészt meg Erdély Széchenyije jelzőt adták és adományozták neki, hiszen adományozó volt nem csak vagyonát, tudását, hanem szervezőkészségét is Erdély építésére, erdélyi intézmények építésére fordította 40 év termékeny időt az életéből. A megnyitón elhangzott fél évszázadnyi feledés után elérkezett az ideje az emlékezésnek, hiszen gróf Mikó Imre élete és munkássága összmagyar nemzeti örökség. Az édesanyja egy Mikes lány volt, és Mikó Imre itt született. Itt a ház oldalán volt egy emléktábla az ő számára, és sajnos azt a két háború közötti időben az megsemmisült, vagyis valószínűleg az után, úgyhogy azt szeretnénk majd újra egy táblát felállítani jövőre, amikor lesz egy lehetőség. Az iskola alapító és nemzetépítő Mikó Imre grófról készített kiállítás a zabolai kastélykerti kitérő után Sepsiszentgyörgyön látható a keresztes házban.